A Magyar-Amerikai Futball Szövetség hétvégi küldött gyűlésén Árpa Attilát, a filmrendező producert, tévés személyiséget, a Budapest Wolves játékosát választotta a testület elnökének. A honi sportág első emberével szemben nagyok az elvárások, elsősorban a magyar-amerikai foci népszerűsítése, a sportág marketingének erősítése, divatos szóval élve a sportág felfuttatása. Az új elnöknek kapcsolatai révén nyilván erre meg is vannak a lehetőségei, éppen ezért a Győr Sharks együttese is üdvözölte kinevezését. Árpa Attila kinevezésétől azt várjuk, hogy nagyobb szerepet kap az amerikai foci a médiában, több megjelenés, ezáltal nagyobb lehetőség nyílik támogatók szerzésére, illetve az elnökségben szerepet kaptak még kimondott szakemberek, akiktől azt várjuk, hogy elindítsák a válogatottat. A cápáknak egyébként a mostoha időjárás miatt nem sikerült túl jól a toborzás. Ettől függetlenül az eddig összeszokott társaság továbbra is készül a kiemelt magyar bajnokság őszi küzdelmeire.